Köszönöm, elnök úr, a szót, tisztelt államtitkár úr. Hofman Rózsa alatt a magyar közoktatás legrosszabb nemzeti alaptanterve készült el. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy maga a kormányzat is kihátrált mögüle. Ugye 1995, 2003, 2007, 2012, ezek voltak azok az évek, amikor alaptanterv készült. Mindegyik kormányzat szinte készített magának egyet. Az, hogy az Orbán kormányzat most már a másodikat készít kormányzat alatt, az is mutatja azt, hogy önök is kivonultak a saját alaptantervükből, és újan dolgoznak. Sajnos ez az új is azonban zárt ajtók mögött készül. Széles szakmai társadalmi egyeztetés ki van zárva ebből, ami az újabb bukást vetíti elő. A jelenlegi érvényben lévő Hofman-féle alaptanterv az agyonterhel mindenkit, korszerűten és agyonterhel mindenki. Szó szerint is elég csak megnézni azokat a táskákat, azoknak a súlyát megmérni, amekkorákat az alsó tagozatos gyerekek visznek nap mint nap az iskolába. Egy gyorsan változó világban leginkább az iskolának tanulni kellene, hogy tanítson, önálló tájékozódáshoz, probléma megoldáshoz, kooperációs szükséges ismereteket kellene átadnia, nem pedig csak is kizárólag a tananyagot, ahogy a jelenlegi önök által készített alaptantervben ez szerepel. A kötelező órák száma óriási, ezt csökkenteni kellene, a diákok, pedagógusokat szabadabbá kellene tenni, a pedagógusoknak nem kéne ennyire megkötni a kezét. Államtitkár úr, egy alaptanterv bevezetéséhez legalább egy évtizedre van szükség. Önök most már a másodikat próbálják áterőltetni, borítékolható ennek a kudarca. De felvetem a kérdést, nem kellene egy kicsit szélesebb körben olyan alaptantervet létrehozni, amely nem csak egy politikai oldal meggyőződésének megfelelő, hanem belátva azt, hogy az oktatás egy olyan kérdés, ami a nemzet sorsát hosszabb távon érinti, esetleg konszenzust, vagy legalábbis kompromisszumokat kötni ezen a területen. Ennek érdekében én határozati javaslatot nyújtottam be. Ezen a területen kérem a támogatásukat. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, a kérdésre Rétvári Bence államtitkár úr válaszol. Önne a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ön tájékozott az oktatáspolitika területén, úgyhogy szerintem csak direkt hallgatta el azt, hogy maga a köznevelési törvény írja elő, hogy 5 évenként át kell tekinteni a nemzeti alaptantervet, pontosan azért, mert rettentő gyorsan változik a világ, 5 évenként egy revíziót kell végrehajtani, meg kell nézni, hogy mit kell fejleszteni tovább a NAD-ból, úgyhogy teljesen természetes, a következő években és 5 évente újra elő és erő fogja venni minden kormányzat, hogyha betartja a törvényeket, ezt ön is tudja, csak itt most valamiért nem említette. Az iskoláknak a szabadsága a kerettanterve kapcsán, ön is tudja, tisztelt képviselő, hogy másfél évvel ezelőtt 10%-ról 20%-ra növeltük azt az arányt, amiben a kerettantervtől az egyes iskolák el tudnak térni. Tehát, hogyha az iskola igazgatója, a tanárok, a szülők, a diákok közösen úgy határoznak, hogy ők egy versenyistáló típusú iskola, akkor nyilván ők több órát fognak tartani, és a kerettantervből többet fognak megtenni. Ha azt mondják, hogy ők egy lazább oktatási modellt támogatnának, 20%-i eltérési lehetőségük megvan. Tehát ezzel maguk az iskolák élhetnek. Minden iskola kialakíthatja maga profilját, hogy ő egy szigorúbb, vagy egy lazább oktatást kíván megtenni. A digitális oktatásra olyan mértékű forrásokat fordít a kormányzat, amelyekre korábban példa nem volt. Hogy minden osztályterembe eljusson a wifi, eljusson a szélessávú internet. Hogy 70 ezer különböző informatikai eszközt osztottunk ki már a korábbiakban is, és fogunk még a következőkben 10 ezer számra kiosztani az iskolák között, pontosan azért, hogy meglegyenek a megfelelő eszközök mindehez. Emellett az okos portálon mindenki számára ingyenesen hozzáférhetőek a digitális tartalmak, amelyek nem a régi könyveknek a PDF formátumát jelentik, és ugyanúgy kell lapozgatni közöttük, hanem egy új digitális oktatási elv szerint jönnek létre, hogy a fiatalok számára egy sokkal inkább lekötő tartalmat jelenítsenek meg. Most ezek mind egy modern magyar oktatás ügyet igyekeznek szolgálni. A kísérleti tankönyvek kifejlesztése pedig szintén egy modern eszközzel történt, hiszen abba nem csak 3-4 vagy 5 tankönyvfejlesztő kapcsolódott bele, hanem 100 számra kapcsolódtak be pedagógusok, és 1000 számra diákok, akik visszajelezték, hogy melyek a tankönyv erőssége, és mely részeken kell még tovább bővíteni. Ez is egyik legmodernebb tankönyvfejlesztési eszköz volt Magyarországon. Köszönöm szépen!